A szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, megtörtént hát a kerethirdetés, látjuk már a miniszterelnök csapatát, így az is biztossá vált, hogy oktatási miniszter bizony nem fog kifutni idén se a pályára. Pedig focikedvelőként Orbán Viktor is nyilvánvalóan tudhatná, hogy a lelátóról bizony nem lehet gólt szerezni. Márpedig az oktatásban nagyon sok gólt kellene szereznünk ahhoz, hogy megfordítsuk ezt a 12 évre vesztésre álló meccset. De vajon miért fordított hátat újra a miniszterelnök az oktatásnak? Miért nem hallotta meg a pedagógusok kérését az önálló oktatási minisztériumra? Miért bízta az oktatás sorsát egy lelkész és egy nyugdíjas onkológus után egy korábbi rendőrfőnökre? Pedig korábban még másként nyilatkozott. Magyarország jövőjét kiművelt emberfők száma fogja meghatározni, mivel nincs nyersanyagunk, energiaforrásunk, így csak a tudásban reménykedhetünk. Mondta nagyon helyesen Orbán Viktor 2008-ban. De a nagy szavakat sajnos nem követték tettek. Pedig magától a miniszterelnöktől tudjuk, nem arra kell figyelnünk, amit mond, egyetlen dologra kell figyelnünk, amit csinál. Beszélnek hát a tettek és a számok. 2010 óta a magyar oktatás összes fontos mutatója romlott. Nem lett tehát több kiművelt emberfő. Sőt, jelentősen nőtt az iskolából végzettség nélkül kikerülő magyar fiatalok száma. A tankötelezettség 16 évre leszállítása miatt évente 10 000 gyerek kerül a lecsóba, ahogy Pokorni Zoltán, az önök politikusa mondta. Magyarországon példátlan módon csökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma, idén 40 000-rel kevesebben jelentkeztek az egyetemre, mint 12 éve. Nem csoda, hogy ma Szlovákiában 20%-kal többen vannak a fiatal diplomások, mint hazánkban, pedig 12 éve még előztük őket. A családi háttér hazánkban acél béklyóként nehezedik a tanulmányi eredményekre, a leggazdagabb egyharmadba tartozó tanulók 71%-a, a legszegényebb diákok mindössze 11%-a megy egyetemre. Kritikus tehát a helyzet, de a jövő még ennél is borúsabbnak tűnik. 12 000 pedagógus hiányzik ugyanis a hazai oktatási rendszerből, és a hiányzó szakemberek száma évről évre több ezerrel növekszik. Az idei évben összesen 22-en jelentkeztek fizikatanárnak, és 25-en kémiatanárnak az egész országban. Jól hallják, 22-en és 25-en. Eközben közel 5-ször ennyi pedagógus megy nyugdíjba ezekben a szakokban. Ez nem túlzás, ez a kőkemény valóság, hölgyeim és uraim. Lassan a fiatal magyar pedagógusokat fokozottan védetté kell nyilvánítani, mert néhány éven belül teljesen eltűnhetnek a bolygóról. De hát kilepődik meg ezen, mikor egy kezdő pedagógus fizetése alig éri el a 200 000 forintot. Kilepődik meg ezen, ha Európában nálunk a legmagasabb a kötelező óraszám. Ki akarna megalázó bérért sok felelősséget és rengeteg munkát a nyakába venni? Nemrég egy fiatal pedagógus nyílt levélben írta le tökéletesen a magyar rögvalóságot. Így fogalmaz. Elmondom, milyen ma Magyarországon pályakezdő tanárként élni. Több mint egy hónapja tönkrement a hajszárítóm, de nem tudok újat venni. Szinte kizárólag üres tésztán és rizsen élek, mert másra nem futja, akárhogy spórolok. Nincsen semmi szociális védőháló alattam, hiába dolgozom, szívem, lelkem beleadva, a hajléktalanság peremén egyensúlyozom. A boltokban, ami tavaly ilyenkor 500 forint volt, az most 700. 2022-től szinte mindenkinek 20%-os emelés fizetett a kormány, kivéve a tanárokat, mi egy 10%-os pótlékemelést kaptunk. Miért ér az én munkám gimnáziumi tanárként ennyire keveset? Kedves kormánypárti képviselőtársaim! Önök 12 éve vannak kormányon. A most érettségiző diákok teljes iskolai pályafutásukat az önök kormányzása alatt töltötték. Ez nagy felelősség. Ezzel emberi sorsokat befolyásolnak, és Magyarország jövőjét alakítják. Arra kérem most önöket, hogy feleljenek meg ennek a felfokozott felelősségnek, és ígérjenek most meg az országgyűlés szín előtt 3 alapvető dolgot, hogy a következő években elkerüljük az oktatási rendszer teljes összeomlását. Első, vessenek végre véget a pedagógusok megalázó bérezésének, és legalább 50%-kal emeljék meg a fizetéseiket, és minimálbérhez kötéssel biztosítsák azok értékállóságát. Második, enyhítsék a pedagógusok leterheltségét, és csökkentsék az európai rekorder kötelező óraszámokat. Harmadik, adják vissza a pedagógusoknak a szabad tankönyvválasztás lehetőségét. Arra kérem önöket, hogy pártpolitikai vagdalkozás és a valóságot letagadó sikerpropaganda helyett adjanak egy őszinte választ erre a 3 felhívásra, amit most tettem. Köszönöm a választ!